Mától nem jár állami támogatás az újonnan kötött lakástakarék szerződések után. A miniszterelnökség minisztere azt ígéri, hogy helyette a csokkot szélesítik ki, amely lakás felújításra is felhasználható lesz. A Társasházkezelők Szövetségének elnöke viszont azt mondja, hogy a lakástakarékok rendszeréből kieső állami támogatást a lakástulajdonosoknak kell pótolniuk, ezért megemelkedhet a közös költség. Kedden délben minden ügyintéző foglalt volt a legnagyobb lakáskassza irodájában. Szerdán viszont már alig-alig ült ügyfél az ablakoknál. Habár sorszámot még lehetett kérni új lakástakarék szerződés megkötésére, de az évi 72 ezer forintos állami támogatás már nem járt a szerződések után. Arra kérem önöket, hogy támogassák ezt. Hétfőn előterjesztették, kedden elfogadták, majd Áder János is aláírta az erről szóló törvénymódosítást. Az ATV.hu Gulyás Gergelytől azt kérdezte, miért kellett villámgyorsan intézkedni. Ha bármilyen más eszközzel tettük volna ezt, akkor miután visszameges hatálya törvényt hozni a jogalkotási törvény szerint nem lehet, akkor még többen kötöttek az utolsó pillanatban szerződést. A miniszter arról is beszélt, még idén döntenek a csok kiszélesítéséről, és egy úgynevezett falusi csok is elindul, ám ezekkel kapcsolatban részleteket nem árult el. Az viszont szinte biztos, hogy felújításra is használható lesz. Jelenlegi formájában a családi otthonteremtési kedvezmény nem alternatívája a lakástakarékpénztárnak. Erről az otthon térkép elemzője beszélt. Nagyon sok magyar családnak, egyedülállónak, vagy gyermektelennek, vagy olyannak, akinek már kirepültek a gyermekei, de még van megtakarítása, nem megoldás, de a csok ugye mert nem veheti föl, egyszerűen rengeteg a megkötés. Akinek csak két gyermeke van, az is nagyon kevés pénzt kap a jelenlegi csok feltételek alapján. A Társasházkezelők Szövetségének elnöke szerint 1 millió 200 ezer társasház hosszú távú megtakarításait végezték ki a törvénnyel. Ez azt is jelenti, hogy a lakóknak megemelkedhet a közös költségük. Ami eddig a állami támogatás következtében kevesebbet kellett fizetni a tulajdonosoknak, ahhoz, hogy ugyanezt a munkát el tudjuk végezni, a liftfelújítást, a gázhálózatot, a elektromos hálózatot, ahhoz a tulajdonosnak ezt a hiányzó 30%-ot kell befizetni, ez mindenképpen a közös költségbe fog megjelenni. Szakmai egyeztetést és új állami támogatásra épülő konstrukciót akar a Bankszövetség is. Közleményükben emellett azt is kezdeményezték, hogy állítsa vissza a kormány a kafetéria rendszerébe a kedvezményes munkáltatói befizetések lehetőségét.